Utoljára kell Pityiszt mutatni. Jó, és engedem be az embereket. Remek, remek. Már 12-en vagyunk, vagy? Ó, már 39-en. 40-en. Én akkor elkezdhetem, ugye, Orsi? Nos, megkülönböztetett tisztelettel köszöntök mindenkit az újabb Dental Talk After Eight interaktív panelbeszélgetésen. Zoomon tudtok hozzánk csatlakozni, illetve a Facebook oldalunkon live-ban követhettek bennünket. A Zoom portál talán azért ajánlom inkább, mert ott valóban interaktív módon hozzá tudtok szólni, tudtok kérdezni képpel, hanggal, de hogyha ezt nem szeretnétek, akkor a chatben is nyugodtan be tudjátok pötyögni, vagy pedig a Facebook Live-ban kommentet hagyva, és igyekszünk beolvasni az esetlegesen felmerülő kérdéseiteket. A témával kapcsolatban, ami ma nem más, mint a magyar fogászati turizmusnak a kérdése, tulajdonképpen a Dental Talkot önmagában a koronavírus járvány helyzet hívta életre. Én azt gondolom, hogy magát a műfajt is, azt, hogy úgynevezett virtuális asztal mellé tudjunk leültetni olyan meghatározó szereplőket, én azt gondolom, kicsit pejoratív most már ez a kifejezés, hogy influencer, de hát hogyha ennek a magyar megfelelőjét használjuk, hogy véleményvezér, akkor tulajdonképpen nem állunk messze az igazságtól, hiszen ma este is olyan a szakmában elismert szakemberek fogadták el a meghívásunkat, és tisztelnek meg bennünket és benneteket azzal, hogy elmondják véleményüket az adott témával kapcsolatban, és nyilvánvalóan hát ők involváltak ebben a területen elég mélyen és elég régóta, és én azt gondolom, hogy még mielőtt itt belevágnánk in medias res a ma estébe, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy olyan témákat tudunk elhozni időről időre, ami a komplett fogászati szektor szereplőit érintik valamilyen formában. Hát a ma esti téma az gyakorlatilag a szektor összes szereplőjét érinti, befektetőket, fogorvosokat, tehát gyakorló, praktizáló fogorvosokat, asszisztenseket, fogtechnikusokat, és akkor még az anyagszállító cégekről nem is beszéltünk. Mi lesz veled, fogászati turizmus, vetődik fel a kérdés, és akik ma este megtisztelnek bennünket a részvételükkel, ők gyakorlatilag a vezető magyar fogászati rendelők egyesületének elnöke és alelnöke, illetve emellett egy tevékenyen is praktizáló szakorvos kollega, de nem szeretnék más tollával ékeskedni, hiszen ezeket az embereket egy fedél alá Szemes Orsi az, aki leszervezte, és hálás köszönet neked ezért, Orsi, és át is adom neked a szót, hogy bemutasd a résztvevőket, és az én rövid kis bevezetőm után átvedd a szót. Sziasztok! Én Szemes Orsolya vagyok, a Fogászati Kommunikáció alapítója, és egyébként annyira érdekes és izgalmas ez a téma, hogy én egy éve mondom a csapattársaimnak, hogy csináljuk ezt az anyagot, és gyakorlatilag minden héten, minden hónapban előkerült ez a téma, de képzeljétek el, hogy nem akartak asztalhoz ülni. Egészen addig, amíg meg nem ismertem Szakonyi Gábort, és nem segített nekem ebben, hogy ilyen neveket le tudjunk ültetni az asztalhoz, mert hát ki akarna beszélni arról, hogy éppen neki most nem jó, éppen neki most nehéz, és nem a rózsaszín ködös korszakát próbálja bemutatni. Úgyhogy én visszadobnám a köszönetet Szakonyi Gábornak. Vendégeim pedig ma este dr. Kálmán Attila, igazgató főorvos az Implant Centernél, illetve a vezető Magyar Fogászati Rendelők Egyesületének elnöke. Korábban említett Szakonyi Gábor. Jó estét, sziasztok! Szia Attila, illetve Szakonyi Gábor, a Vital Europe társtulajdonosa, a korábban említett egyesületnek az alelnöke. Szia Gábor. Sziasztok, jó estét mindenkinek! És elfogadta meghívásunkat dr. Szendrei Balázs, az Orion Dentálnak az alapítója.
Sziasztok! Nagyon örülök. Korábban szólt egyébként az előző adásunkat, ami a magyar tulajdonú külföldi rendelők helyzetéről szólt, ami ugye egy picit másik helyzet, hogy jövünk ahhoz, hogy csak egy fogorvos meghívott vendégünk volt. Most próbáltuk ezt bővíteni, ezt a számot, és már kettő van. És ezen kívül nyilván Szakonyi Gábor, aki évtizedek óta, na jó nem, de nagyon régóta jelen van a fogorvosi piacon, és bemutatnám a csapatunk többi tagját, természetesen itt van velünk dr. Mekis Miklós, illetve dr. Radács Nagy Dániel. Jó, és akkor rögtön be is dobnám az első kérdést nektek, hogy bár már egy éves történet a COVID, kérlek meséljetek nekünk arról, hogy mi történt veletek az első és második hullámban. Attila, kezdenéd? Hát mi azon kevesek közé tartoztunk, akik nem zártak be, úgyhogy mi március közepe után is nyitva voltunk, és akut ellátást csináltunk. Miután azért nekünk a fogászati turizmus mellett a beteganyagunk 50%-a magyar, tehát ez nekünk egy kötelező volt, és nagyon sok betegünk nagy hálával gondol ránk, hogy mi nem hagytuk őket gyakorlatilag parlagon, és elláttuk őket a 6-7-es zárás időszak alatt is. Ugye utána jött egy nyitás, egy kicsi fellendülés, és aztán szeptembertől megint egy nagyfokú visszaesés, ami október-novemberre csúcsosodott ki. Gyakorlatilag azt talán majd a Gábor pontosabb statisztikával rendelkezik, de én azt gondolom, hogy a külföldi páciensek száma a korábbinak nem több, mint 5%-a jelenleg. Helyes lehet a szám, Gábor? Sajnos igen. Gábor, ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk behozni, meg vannak ugye a megfelelő törvény adta jogok és lehetőségek erre, rendőrségi honlapra feltöltött beutazási engedély, két PCR-teszttel oldott karantén, de hát azért nagyon sok országban viszont karantén is van, úgyhogy nagyon meggondolják a páciensek, hogy akarnak ők most fogat csináltatni. Gábor, te már az előző adásban meséltél nekünk, de nem biztos, hogy mindenki követte. Kérlek röviden, meséld el nekünk újra. Igen, ugye annyiban szerencsések vagyunk, hogy mi a 2008-as válságot már megéltük egyszer, és abból tudunk erőt magunkra erőltetni, egy kis bizodalmat, hogy talán lesz jobb is. És éppen ezért az első időszak, nekünk be kellett zárni, nekünk a pácienseinknek a mondjuk 95%-a külföldi. Tehát mi nem úgy vagyunk, mint az Attila, mi kifejezetten csak külföldi páciensekkel foglalkozunk. Mi két hónapig bezártunk, előbb nyitotta az angol rendelőnk, és egy kicsivel később a magyar. És valóban valami elindult, úgy nézett ki, hogy a pacienseinknek, az addig megjelenő pacienseinknek nagyjából csak a 20-30%-a, de elkezd jönni, hogy elkezdik folytatni, elkezdenek konzultációra jönni az emberek, és aztán utána sajnos ez az év vége az nem, hogy visszavetett, hanem szinte teljesen eltörölte a pacienseknek a kedvét ahhoz, hogy elinduljanak. És itt volt a nagyobb baj, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy szívesen a repülőtől nem félnek, de amíg a repülőig kiérnek, az a rész az már rizikós. Úgyhogy egy egészen másik problémával találkoztunk mostanában, ebben a december-január-február időszakban, mint az újranyitásnál, a nyári időszakokban. Ott lehetett látni valami ívet. Viszont szerencsére a mi fő piacunk az angol piac, és azért ott az oltás egy jó irányba tart, ugye 25% körül vannak a beoltottak, és nagyjából májusra az első oltást mindenki már meg fogja kapni az országban,
és ott már van pár páciensünk, aki már megkapta a két oltást is, mert azért alapvetően mi az idősebbek kedvencei vagyunk. Úgyhogy valami kis fényt látunk az alagút végén, és reméljük, hogy nem a vonat. És hát úgy néz ki, hogy a Boris Johnsonnak a legutóbbi nyilatkozatából az derül ki, hogy ők májusra teljes tudást szeretnének elérni. Ez nagyon jó hír. Balázs? Én egy picit a szakijéknál, meg az Attiláiknak az angol piacánál szerencsésebb helyzetben vagyok abból a szempontból, hogy nekünk a pacientúrának a nagyjából 90% az a svájci, és Svájcban eléggé logikus és jól követhető szabályozások vannak, amik mindig jó pár hétre előre elérhetőek. És ott igazándiból a Magyarországról való visszautazás, az gyakorlatilag én, hogyha jól emlékszem, akkor egyetlen hétig vagy 10 napig járt karanténkötelezettséget, és se előtte, se utána. Úgyhogy én olyan drasztikus visszaesésről, tehát hogy 5%-ra esett volna vissza a beutazó páciensek száma, én ezt nagyjából egy olyan 20%-ra tenném nálunk. Én egy picikét a tavaly évben igyekeztem rugalmasabban kezelni a dolgokat, és amellett, hogy a lehető legtöbb pacienst behozni. Ugye az utazási kedv az egyértelmű, hogy mindenkinek nagyon lecsökkent. Én ezért jóval többször jártam ki, és amit lehetett kint megcsinálni a kezeléseket. De én most egyre inkább azt érzem az utóbbi néhány hónapban, hogy tér vissza az utazási kedv, és egyre inkább jönnének. Ez nagyon jó hír szerintem, vagy hogy mindenki ezt szeretné hallani, hogy egyébként jönnének. Mit gondoltok, hogy a gazdasági stratégiátok változott ezáltal? Tehát átgondoltátok, hogy mi az, amit korábban nem feltétlenül jól csináltok, vagy a kényszer szülte azt, hogy mondjuk többet jártok ki, többet kezeltek kint, vagy átvisztek olyan kezeléseket is, ami korábban itthon volt? Ezt mondjuk Balázs feléd irányítom. Nekem ez abszolút kényszer szült a szituáció, tehát én most az utóbbi fél évben, 10 hónapban olyan kezeléseket csináltam kint, amiről korábban még csak rá se gondoltam volna, tehát ez nem egy a stratégiának az átalakulását jelenti, sőt, most igyekszem mindenki felé, az összes páciens felé azt kommunikálni, hogy ennek vége is van, és hogyha kezelést szeretnének, akkor Magyarországra jöjjenek a kezelés, mert ez egy hosszú távon nem egy fenntartható rendszer ebben a formában. Mondom, a szakival beszélgetve azért az angolokhoz képest én egy jóval szerencsésebb helyzetben vagyok. Tehát az ottani szabályozások gyakorlatilag ezt teljesen lehetetlenné teszik ezeket a dolgokat. Az az 5%, aki most jön, őt milyen módon, hogyan tudjátok ellátni, akár onnan, hogy behozzátok? Tehát mi az, ami rátok hárul, milyen pluszköltségetek van, mesélnétek erről? Mi egy bizonyos összegköltés felett 2 PCR-tesztet ingyen adunk. A probléma az, hogy ugye az angoloknak kifele, tehát hazafele is karanténba kell menniük, és igazából ezt bizonyos mértékig az idősek vállalják, és azok, akik amúgy is home office-ba lennének. Tehát azért ez egy viszonylagosan lecsökkenti a számot. Van egy része, amit nem akar, nem mer utazni, várják a vírus végét, várják az oltást. Tehát gyakorlatilag van egy félelem, és van egy olyan kötelezettség, ugye ezzel a hazafelé lévő karantén kötelezettség, ami visszatartó erő. Igen, talán azzal tudom leginkább lemodellezni azt, hogy a félelem hogy lett túl rá az embereken, mondjuk az Egyesült Királyságban, hogy ahogy mi kinyitottunk júniusban az Egyesült Királyságban, onnantól kezdve fullosan működött, tökéletesen, mintha sosem lett volna semmi.
mintha az életben nem találkoztunk volna a vírussal. Természetesen mások voltak a szabályozások, kicsit több időt kellett hagyni az egyes emberek között a takarítás miatt, a fertőtlenítés miatt, de teljesen tele volt a rendelő. És ez a december vége felé már, és januárban pedig egész egyszerűen, hát kvázi kiürült, és azt, ami azelőtt volt, hogy megint nem lehetett időpontot foglalni nálunk csak jóval előre, az így tulajdonképpen lukas hetek voltak, lukas napok voltak, amikor nem jöttek el az emberek a helyi fogászatra sem, mert annyira begubóztak. És ugye ez volt az, amikor napi 60 ezres fertőzöttség volt, és elindult ez a mutáns verzió az Egyesült Királyságba, és ott tényleg az emberek féltek és félnek. És tényleg kiürültek az utcák. És valóban kiürült az utca, ami nagyon furcsa volt, hogy a Regent Street-en nincs ember, vagy nem kell tülekedni a boltokban, tényleg kiürültek, és tényleg otthon maradtak, és nem jöttek fogászatra sem. De egyébként, hogy gazdaságilag, hogy átalakultunk-e, vagy másképp csináltuk-e, természetesen. Tehát az emberek, tehát a fogászatok, nincs olyan fogászat ebben az elmúlt egy évben, akinek ne kellett volna az operációját összehúzni. Tehát olyan nincs, hogy még most is ugyanúgy, nem tudom, 80 emberrel dolgozunk, és a 80 ember, azt az 5 embert, aki éppen ott van, véletlenül egy hét alatt fogászaton, azt mindenki körülugrálja, nem. Tehát össze kellett húznunk a nadrágszíjat, el kellett engednünk sajnos embereket, át kellett szerveznünk részlegeket, át kellett gondolni folyamatokat, és ez nincs olyan, akinek ne kellett volna átalakítani saját magát. És ugye sokkal nehezebb a dolgunk, van nagyon sok, tehát az anyagbeszerzések egész, tehát nem csak nekünk van nehéz dolgunk, hanem az anyaggal foglalkozó cégeknek, a nagy implantátumokkal foglalkozó cégeknek, tehát hogy ez mindenkinek elsősorban ebben az iparágban gazdasági válság, ami a COVID miatt, lecsökkent páciensek miatt történik. Mit tudtok mondani egyébként azoknak az alkalmazottaknak, akiktől meg kellett válnotok időről, mármint hogy nyilván szükség szülte helyzet, és én is voltam ilyen vagy hasonló cipőben, bár nem fogászati turizmusban vagyok érdekelt, de hogy nyilván ezeket a döntéseket rendkívül nehéz meghozni, vagy rendkívül nehéz akkor rámutatni valakire, hogy ki az, aki innentől kezdve nem a csapattagja. Hogy érzitek, hogy ez hogy csapódik le, akár minek utána a Dental Academy alapvetően egyébként asszisztenseknek és higiénikusoknak szerveződött, de talán annál már egy kicsit több. Például ez hogy csapódik le az asszisztenciának az oldalán? Mik a tapasztalatok? Várjátok-e őket vissza akkor, amikor majd utopisztikusan visszaáll minden az eredeti kerékvágásba? Azt gondolom, hogy ez mindenkinek nagyon fájó. Tehát a munkavállaló és a munkaadói oldalnak is egy nagyon fájó kérdés. Nekünk sem volt egyszerű megválni olyan emberektől, akik hosszú ideig ott dolgoztak. Nagyjából egyébként az asszisztensnőket én azt gondolom 80%-ban visszavettük, orvosoktól nem váltunk meg, tehát gyakorlatilag a szakmai stáb az nagyjából együtt maradt. Igen, tehát hogy a kiválasztás az nagyon nehéz. Volt olyan rész, amikor egyszerűen nem tudtunk más tenni, mint ahhoz, hogy egybe maradjon a cég, ahhoz meg kellett válnunk emberektől. Ez nagyon nehéz volt, ez a kiválasztás valóban, és át kellett alakítanunk munkaköröket, lehet, hogy egyes munkakörök eddig nem dolgozott abban, és most ebben kell dolgoznia, aki marad. Ezek nagyon nehéz döntések, és nagyon nehéz lépések, amiket meg kell hozni, de itt tényleg arról volt szó, hogy ahhoz, hogy újra tudjunk nyitni, meg majd újra tudjunk nyitni, mert még nem múlt el, és ez bármely munkavállaló meg tudja érteni, hogyha egy évig nincsen bevétel, vagy kvázi nincs bevétel egy rendelőben, akkor az működésképtelenné tud válni teljes mértékben. Ahogy valószínűleg nem látunk még
túl sok embert, aki bedobta a törülközőt, vagy látványosan bedobta volna a törülközőt, de valószínűleg nem ugyanannyian fogunk kinyitni a végén, ha majd egyszer elkezdenek ténylegesen jönni a páciensek, mint sem. Ugye van egy nagy probléma, hogy a magyar piac itt van nekünk, amire most minden egyes külföldiekkel foglalkozó fogászat rá akar ugrani. Tehát ami történt itt az elmúlt időszakban, ez a fogászat pornó volt. Tehát, hogy tényleg már mindenki fizetett azért. Fizetek, ha egy implantot berakhatok neked, csak gyere be, mert legalább eljátszhatjuk azt, hogy fogászatos tudunk játszani. Tehát, hogy valami egészen szörnyű dolog történt itt. Ez rendeződni fog, reméljük, hogy valóban, ahogy a Balázs is mondja, a svájci piacban, és ugyanígy a francia, angol és egyéb skandináv piacokban elkezdenek jönni az emberek szép lassan. Az a helyzet, hogy túl sokat nem bírnak már ki ezek a nagy rendelők. Ezek a nagy rendelők másképp működnek, mint az egyszékes vagy az egyfogorvosos rendelők, teljesen másképp vannak beállítva, máshogy működik a rendszerük. Ezek úgy működnek, ezek a cégek, hogy akkor működik, hogyha viszonylag nagy terheléssel működik. Közepes terheléssel sem tud hosszú távon fönnmaradni. Alacsony terheléssel pedig csak úgy tud fönnmaradni, hogyha a tulajdonosi kör folyamatosan rak bele pénzt. Igazából én azt egészítem ki, hogy közepes terheléssel is veszteséges. Tehát igen, ezek a cégek abban a másodpercben, amikor 75%-os forgalom alá mennek, onnéltől kezdve veszteségessé mennek. És egyébként mit gondoltok arról, hogy ez a félelem érzet a páciensekben az oltás után tud csökkenni, vagy lesz ennek majd egy átfutási ideje, akár az években mérhető, vagy vissza fog-e térni? Igen, mi sokat beszélgetünk a Gáborral szinte minden héten többször is, és kicsit ellentétes véleményen vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy hosszú-hosszú évekig nem fog visszatérni. Tehát az a mennyiségű külföldi páciens, aki itt volt 2019-ig, az soha nem fog visszatérni. Egyrészt a félelem, másrészt ugye a feltörekvő piacok miatt, tehát Bulgária, Törökország árai miatt. Gyakorlatilag Magyarország szerintem most a járvány miatt elveszítette a piacvezető pozícióját. Gábor, te ezt hogy látod? Igen? Hát én úgy látom, hogy az emberek mindent elfelejtenek egy pillanat alatt, hogyha az orruk egy nagyon picit kilóg, és már kapnak levegőt azon, akkor elfelejtették, hogy miben vannak éppen aktuálisan, még porolják le a kezükről, de már szalad előre. Ez az egyik gondolatom az emberekről, és ettől én nem félek ezért, hogy el fognak indulni. A kérdés az, hogy merre felé fognak elindulni valóban a fogászati turisták. Annyi mindenképpen látszott, hogy maga a vírus helyzet okozta gazdasági problémák, azok egy másik embercsoportot toltak bele ebbe a fogász, a külföldi, külföldre való menetelbe. Tehát nekünk jobb kvalitású emberek kezdtek el jönni az újranyitás után. Tehát egész egyszerűen másokat tudtunk megtalálni, ami nagyon jó, mert ez egy magasabb átlagtervértéket jelent, egy sokkal könnyebb átbeszélhetőséget, tehát nem arról kellett beszélnünk, hogy a fog az hogy néz ki, és hogy hol található az emberi szerveken belül, hanem ennél egyel értelmesebb kérdésekről tudtunk beszélni, hogy milyen típusú koronák vannak. Tehát ez egy jó irány volt. De az, hogy merre fognak elmenni ezek a fogászatok, és ugye, vagy ezek a páciensek, az egy nagyobb kérdés. És ugye Magyarország nem volt túlságosan híres arról, hogy ezeket a vállalkozásokat támogatták volna, ellenben az összes környező országban támogatást kaptak ezek a fogászati cégek is a többi cég mellett, és ez lesz nagy különbség majd, hogy amikor odaérünk, hogy kinyílik a piac, akkor mi letolt gatyával fogunk ott állni, és nem fogunk tudni hirdetni annyit, mert egyszerűen maga fölemésztette a tartalékainkat az, hogy egyáltalán életben maradjunk, míg mondjuk egy osztrák cég, vagy mondjuk az osztrák piac az nem jelentő, de akár egy román
cég, aki kapott támogatást ebben az időszakban, ő azt tudja mondani, hogy amikor elindul ténylegesen a roham, mert reméljük el fog indulni, és alig fogjuk tudni győzni majd ellátni a pácienseket, akkor ő neki lesz pénze arra, hogy a hirdetéseket megnyomja. Én egy kicsit, Balázs, hozzád intéznék egy olyan kérdést, hogy volt szerencsém több ízben is kilátogatni Svájcba, bátyámként dolgozott éveken keresztül, és ilyen közép-kelet-európai szocializációhoz képest szinte fölfoghatatlan és érthetetlen élére állítottsággal találkozik az ember, és svájci gondolkozással és tervezettséggel. Ott az embereket te hogy látod? Van-e esetleg erre rálátásod, hogy ők mennyire tudatosabban gazdálkodnak akár az anyagi javaikkal, mennyivel jobban viseli meg őket ez a helyzet, mennyire lesznek flexibilisebbek ebből a szempontból akkor, hogyha rendeződik ez a vírus és gazdasági helyzet? Én utóbbi néhány hónapban rengetegszer hallottam a svájci pácienstől, amit korábban sosem, hogy nincs most pénze elkezdeni a kezelést. Tehát én azt gondolom, hogy ők is kivárnak és spórolnak, tehát őket is megérintette a válság, bármennyire is Svájcról van szó. Ez korábban abszolút nem volt jellemző, de én teljesen úgy látom a dolgokat, ahogy a szaki is az előbb elmondta, tehát én azt gondolom, mint hogy az első hullám után is látható volt, hogy gyakorlatilag azonnal megindultak a páciensek, és azok, akik bent maradtak a tavaszi zárás előtt, tehát akinek már megtörtént az implantáció, vagy félbe maradt egy kezelés. Szerintem ezt mindannyian éreztük, hogy abban a pár hónapban, amikor nyitva volt Magyarország, akkor azért egy nagyon komoly hullám volt szeptemberig, ameddig újra be nem zártunk. És én erre számítanék a továbbiakban is, ez kérdés, hogy a talpon maradt fogászatoknak valóban mennyi pénze lesz arra, hogy felvegyék a versenyt a hirdetésekkel, a konkurenciával. Bocsánat, hogy egy mondorsi. Nem. Én egy kicsit ellenkeznék a Balázzsal. A nyári fellendülés az azért volt, mert akik ősz és kora tavasz vagy a tél végén megkapták az implantátumaikat, megkapták az ideiglenes fogaikat, elkezdtük a kezelést, azoknak nem nagyon volt más választása, mint jönni. Tehát ott nincs kérdés, muszáj volt, hogy jöjjenek. Még sajnos nem mindegyik jött vissza belőlük, de nagy része kellett, hogy jöjjön. Most egy új helyzettel állsz elő, most mindent az alapokról kell kezdeni. Tehát elkezdeni hirdetni, aztán elkezdeni fogat húzni, ideiglenes csinálni, aztán csontot pótolni, és majd a végén implantálni, és a végén learatni a babérokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez innéttől egy teljesen nulláról való építkezés, és egy-másfél évig fog tartani. A június-júliusi helyzet az teljesen különböző szerintem attól, mint ami most fog jönni, ha jön fellendülés mondjuk májustól, a kettő teljesen különböző. Ebben abszolút egyetértünk. Én ennek ellenére azt gondolom, és azt remélem leginkább, hogy az utazási kedv és a fogászati turizmus, mint fogalom, az megmarad a későbbiekben is. Péter Tamástól kaptunk egy kommentet. Nagyon szeretnénk, ha hanggal, képpel be tudnál csatlakozni. Ő azt írta, hogy Romániában semmilyen támogatást nem kaptak a fogászatok, csak az a néhány esetleg, ami nyitva volt engedélye a covidos betegek kezelésére a március-májusi időszakban, és a többi 15 000 rendelő a mai napig semmilyen támogatást nem kapott. Hozzászólnál nekünk, képpel, mesélnél erről? A román helyzetről? Jó estét kívánok, nem tudom, hogy mennyire vagyok látható, hallható. Abszolút. Jó estét, éppen megállok, mert autóban ülök, de meg fogok állni egy pillanat. Tehát arra reagáltam, hogy
itt az úriember az egyik, most ne haragudjanak, de nem ismerem önöket név szerint. Arra figyeltem fel, hogy a környékbeli fogászatok, tehát a környező ország, Magyarország is környéke országai fogászatai kapnak támogatást. Hát Romániában ezt nem tudom megerősíteni. Nem volt a mai napig támogatás. Egyedül azoknak volt lehetőségük valami nagyon kis támogatásra, akiknek engedélyük volt, úgy ahogy le is írtam a májusi időszakban a úgynevezett COVID-rendelők voltak. És ők is nagyon-nagyon kis összeget, néhány ezer eurós nagyságrendű összeget, egyszeri támogatást kaptak, tudtommal. Más támogatás nem volt, még volt egy, ami még lehet, még volt, de az nem csak a fogászatoknak volt, egy ilyen bértámogatás, a járulék fizetési támogatás volt a tavaly. Én erről beszélek. Hát az nem általános. Ennyi volt, az nem volt nagy, sajnos nem volt nagy támogatás. Tehát az állam átvállalta a személyzet három havi járulékát. Tehát ennyi támogatás volt még. És a kényszerszabadságnak küldött dolgozóknak a bérét 75%-ig vállalt át a román kormány ezzel ott az időszak alatt. Igen, az úgynevezett somás technik, így van, ez igaz, de hát ez minimál béren vannak a dolgozóknak a 90%-a Romániában, úgyhogy az sajnos nem volt, tehát nem tudom a többi országban hogy voltak a támogatások, de ezek itt nem számítanak legalábbis számomra, de rengeteg kollégával beszélve másoknak sem óriási támogatásoknak járt. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen. Egyébként itthon ti kaptatok bármilyen támogatást, úgyhogy hogy a kinti rendelő, tehát vagy magyar tulajdonú külföldi rendelőként külföldi rendelőnél kaptatok-e, illetve itthon bármilyen egyéb támogatás néven futó hozzájárulást? Igen, az angol rendelő kapott természetesen ott a furló rendszer működik, és ott a bértámogatást kaptunk az államtól. Igaz? Mi is kaptunk Angliában is, Svájcban másfél hónapig kaptunk. Másfél hónapig gyakorlatilag az újra nyitásig a alkalmazotti bérek 80%-át kifizették. Erdélyi Attila hozzászólt, hogy sajnos a fogászati turizmus bölcsőjéből Sopron Nyugat-Magyarország nincs meghívott vendég, de ott egy kicsit máshogy alakult a visszaesés, a kilátások is mások. Hát Attila, ez azért van, mert nem vállalták a részvételt, pedig kerestünk... Erdélyi Attila olyan már, mint egy fogorvos, szerintem megszólíthatjuk őt soproni gyökerekkel, minden tud arról a területről. Ha valakit meg kell kérdeznünk, az ő lehet csak. Az alapanyag beszerző királyának mondanám én. Kicsit feldobnám a beszélgetést. Én egy kicsit visszakérdeznék az Attilától, hogy miután nálunk sokkal nagyobb rálátással rendelkezik, hogy szerinte az összimplantátum forgalmazó cégek hány százalékot veszítettek el az elmúlt egy évben a forgalmukból? Attila, gyere be! Attila! Ja, igen. Köszönöm szépen, elnézést, nem akartam. Megróbásként ezt az Orsinak nem úgy címeztem, csak valóban azt gondolom, hogy a fogászati turizmus az ténylegesen ugye a nyugati határszéről, vagyis a Sopronból konkrétan indult azért a 90-es évek elején, 80-as évek vége felé. A fogászati, egy picit akkor két szó arról, amit írtam, hogy ott hogyan alakult nyilván a visszaesés, azért azt lehet látni, hogy miután nem repülőre kell ülni ott a pácienseknek, hanem csak autóba, és mondjuk Bécsből átmenni Mosó-Magyaróvára, Sopronba, akár Győrbe, azért sokkal könnyebben vészelték át ezek a rendelők ezt az időszakot. Azt lehet látni, hogy ott, aki tett azért, hogy jöjjenek a páciensekre, nem csak ült és várt, hanem valóságosan mondjuk leveleket írtak, meghívó leveleket, igazolásokat adtak, ott azért egy ilyen 50-60% a pácienseknek azért jött vagy érkezett.
És a kilátások is ebből a szempontból mások, mert nyilvánvalóan egy határon át autózni, az egy fokkal egyszerűbb, mint mondjuk repülőre ülni, és akkor leszállni, felszállni. Hál' Isten az ország szabályozás olyan, hogy a sürgős vagy halaszthatatlan orvosi, és ezáltal fogorvosi ellátással érkező páciensek, azok haza is tudnak térni, tehát vissza tudnak venni Ausztriában nélkül, hogy karanténba kellene kerülniük. Az Attila kérdésére visszatérve, vagy eltérve pedig annyi a mi cégünknél gyakorlatilag a implantátumoknak a 65-70%-a külföldi páciensekbe került. Természetesen a március közepén történt visszaesés, az gyakorlatilag a márciusi hónapot áprilisnak lenni látta, de a teljes évre vetítve, tehát a teljes évre vetítve nálunk egy 35%-os visszaesés érzékelhető, de ebbe azért nagyon erősen benne van az, hogy a január, február és március közepe tavaly az egy nagyon erős 2,5 hónap volt. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szeptembertől, hogyha úgy számoljuk, hogy akkor már a kezdeti pánik sincs, meg egy kicsit úgy rendeződtek, meg nem is ez a visszapattanás van ugye a félig kezelt, vagy be nem fejezett kezelt kezeléssel rendelkező betegekkel, amit Attila az előbb említett. Nagyjából szeptembertől, tehát az utolsó negyed év, az az előző év hasonló negyed évhez képest egy 50%-os visszaesés. Tehát ennyit tesz ki, mondjuk így a mi üzletünkben a magyar külföldi, azon belül is az angol, illetve osztrák-német pácienset találni. Hát mivel ti vagytok a legnagyobb implantátum forgalmazó Magyarországon, mármint darabszámra, ezért akkor ez viszonylag jól lefedheti a piacot is. Igen, hát nyilvánvalóan egyébként a kelet-magyarországi forgalom az kisebb mértékben esett vissza, ugye nálunk az összforgalomnak a 30%-át vagy a nyugat-magyarország jellemzően az osztrák-pácienset körülbelül egy olyan 40-50%-át Budapest és azon belül is a külföldről érkező rendelők, és akkor ez a 15-20% az, ami nagyjából ez a Kelet-Magyarország vagy Dél-Magyarország, mondjuk Szeged, Pécs, Debrecen, Nyíregyháza, stb., ahogy nyilván kevésbé jellemző a fogyasztási turizmus. Korábban, amikor beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy nagyjából a prémium szegmens, tehát a prémium anyagok, prémium implantátumok kb. 75%-a kerül Magyarországon külföldi szájba, akkor ezek a számok abszolút korrelálnak a te és a ti számaitokkal, és hát gondolom a többi forgalmazónak a számaival is. Valószínű, hogy ők is ezt tudják megerősíteni, és egyébként... Tehát brutális számokról beszélünk, hogyha belegondoltok, és tényleg, amit a felvezetőben is említettem, hogy ez valóban egy igen komplex problémakör, és tök jó, hogy ennyire nyíltan és kendőzetlenül és nyílt lapokkal tudunk veletek erről beszélni, mert hogy tényleg sajnos ez egy lose-lose szituáció, tehát hogy ebben mindenki veszít a pácienstől elkezdve a kezelőorvoson át, a befektetőn, az anyagbeszállítón és az asszisztensen át mindenki. De hogy mi mondatja egyébként Attila veled azt, hogy az élet nem fog visszaállni az eredeti kerékvágásba, mert hogy ez egy picit olyan pessimista hozzáállás, miközben ez, bár nem ismerjük személyesen egymást, de ez nem jellemez téged. Mi az, ami ezt mondatja veled? Igen, én abszolút egy optimista ember vagyok, de nem tudom, hogy mennyire tiszta, hogy nekünk 4 országban 6 rendelőnk van, és nem csak a beutaztatás, hanem az ottani kezelés is azért nagy súlyjal esik latba. Gyakorlatilag Angliát kivéve, ahol nagyjából ugyanaz volt, mint a Gáboréknál, hogy a nyitás után sorba álltak a betegek, az összes többi rendelőbe, hát olyan nagyon csak félházas a forgalom. Tehát jellemzően helyi kezelésekről beszélünk, helyi emberek helyi kezeléséről. Tehát van egy félelem a betegekbe, nagyon sok, és ugye itt kicsit talán a Balázssal ellentétbe kerülök, Svájcban nagyon-nagyon sokakat megérintett ez a válság. Nagyon sokan mondják azt, hogy nincsen pénzük. Ugye ne felejtsük el azt, hogy Svájcban majdnem mindenki
béreltek az éttermek, béreltek az üzletek, stb. És ugye lehet, hogy ez az úgynevezett somás technika, amit itt a erdélyi kollega mondott Romániában, ugye Svájcban 80%-ot fizetett, de a bérleti díjakat, járulékokat, stb. A költségeket nem fizették. Tehát gyakorlatilag, ha mondjuk egy étterem 8 hónapja be van zárva, akkor a tulajdonosának azóta fizetnie kellett a bérleti díjat, az internetet, a fűtést, tehát nem olyan egyszerű az embereknek a helyzete. És a fogászat, és ráadásul ugye a prémium fogászat, az implantátum és esztétikai fogászat, az azért sok pénzt igényel, hogyha Magyarországot nézzük, hogyha Svájcot vagy Angliát, akkor is. Tehát, hogyha Magyarországra jön valaki, akkor azért az a 6-8 ezer euró az a minimum költés, amit neki el kell költse. Na most, hogyha ki kell fizetni X alkalmazottat, X bérleti díjat, akkor nem biztos, hogy ez az elsődleges. Ugye az angolok esetében senkit meg nem bántva, tehát hogy azért enni lesz pénzük, de az, hogy az angol szájhigiéne jobb legyen, arról nem beszélhetünk. Viszont eddig is jól megvoltak ezzel a szájhigiénével, és nem biztos, hogy az az elsődleges, hogy arra fognak költeni. Ugyanez van szerintem. Tehát ugye Magyarországnak a fő beküldői azok Svájc, Franciaország, Anglia. Ugye most kivettem a határszél, de ugye a budapesti relációban, ami ma azért azt gondolom egy picit a fogászati turizmusnak a túlsúlyát jelenti, tehát hogy most már a határszéli rendelők lévő forgalmat szerintem jó részt átvette Budapest, és a határszéli rendelők közül is sokan Moson-Magyaróváron, Győrben állnak át távolabbi piacoknak a megszerzésére. Tehát gyakorlatilag azért ez egy nagy kiadás. Tehát 5-8-10 ezer eurót kifizetni egy válság után nem vagyok benne biztos, hogy olyan könnyen fogják megtenni az emberek. De soha nem fogják újra megtenni? Biztos, hogy meg fogják tenni, mert ez egy szükséges kényszer, csak ugye amiről beszéltünk, hogy esetlegesen választanak olyan destinációkat, Bulgária, Törökország, a bulgárok, nekem volt egy előadásom 10 éve, amikor a bulgárok úgy hirdették magukat, hogy 40%-kal olcsóbbak, mint Magyarország, de ugyanaz a minőség. Tehát ők felhasználták azt, amit mi 30 éven keresztül Sopron, Moson-Magyaróvár, Budapest kiharcoltunk a világból, hogy a magyar fogászati turizmus az jó minőségű munkát tesz szájba. Ezt a bolgárok azt mondják, hogy ugyanazt meg tudják csinálni ugyanabban a minőségben, csak 40%-kal olcsóban. Na most ezek a betegekből sokan ezt elhiszik, és lassan meg is fogják tudni csinálni. Ez egy nagy kihívás nekünk, az elkövetkezendő 2-5 évre nézve, hogy lesz-e ilyen szintű magyarországi fogászati turizmus, mint amennyi volt. Én nem hiszem, hogy lesz. Mi kell ahhoz, hogy legyen? Tehát itt említettetek akár állami bértámogatást. Mi kell ahhoz, hogy Magyarország ezt a fajta, hogy mondják, ezt privilégiumát meg tudja őrizni? Egy kicsit meg kellene változtatni szerintem a gondolkodásmódot, mert ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó a fogorvosnak. Igen, nagyon jó neki. Nagyon jó az asszisztensnek, a fogtechnikusnak, a sofőrnek, a bárpincérnek. Tehát mindenki, aki ebben a történetben érintett. A hotelek 2008-ban, a válság évében csináltunk egy statisztikát, 6%-át, 6,5%-át adtuk a budapesti hotelek forgalmának. Ez egy döbbenetesen nagy szám, ami akkor több volt, vagy közel annyi, mint a konferencia turizmus. Tehát ebben a szektorban mindenki érintett. Tehát ezt a kicsit rossz beidegzést kellene megváltoztassuk, elsősorban mi fogorvosok, hogy jaj, de jó a fogorvosnak. Igen, nagyon jó, meg a többi másiknak is.
Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy mindenképpen kell, hogy valamilyen segítséget kapjunk a állami szférából, és ami most egyértelműen bebizonyosodott, és itt van a Balázs, itt vannak a Gáborék, itt vagyunk mi, tehát, hogy a talpon maradásnak egy nagyon-nagyon fontos tényezője szerintem a külföldi rendelő. A bizalom, a kezdet, a vég, ugye a Gábor szokta mondani, hogy nem elég, vagy mondd el ezt a mondatodat, hogy hol fejeződik be a kezdet. Jónak is kell látszani. Igen, tehát, hogy a külföldi rendelők, amíg jön minden páciens rendesen, az egy, én úgy szoktam mondani, hogy annak a fenntartás az egy marketing költség. Nagyon nehéz egy ilyen időszakban fenntartani egy külföldi rendelőt, amikor mondjuk nehezebb ennek a marketing részét megoldani, de ez most bebizonyosodott, hogy azt gondolom, hogy azok a rendelők tudták jobban kezelni ezt a válságot, akiknek volt külföldi lába. Jól mondom, Gábor? Abszolút, abszolút így van, és ugye amikor arról beszélünk, hogy tehát a nagy rendelők és a költségek, és amit előbb beszéltünk, hogy el kellett engedni embereket, hogy egy ilyen külföldi pacientúrával foglalkozó cégnél nem abból áll a cég, hogy van egy fogorvos és egy asszisztens. Ez egy nagyon fontos része, nagyon fontos elem, egy jó minőséget kell adnunk, de a háttérmunka, tehát nálunk nem ér véget ott a fogászat, hogy kimegy a rendelőből az elégedett páciens, hanem az ügyfélszolgálat az onnantól kezdve folyamatosan kapcsolatban van vele, behívjuk a külföldi rendelőbe, a kintibe, jöjjön be, nézzünk rá, tehát hogy mivel itt a reputáció nagyon-nagyon fontos, ezért nekünk követnünk kell a pácienseket, és kell kinti láb, kell ügyfélszolgálat, aki ezzel foglalkozik, és az nem egy-két ember, hanem aki több ember, aki ezzel foglalkozik. Tehát, hogy nagyon fontos ez a rész, az, hogy a fogászat maga, mint tevékenységen kívül, mi egy szolgáltatást adunk, amiben több van, mint maga csak a fogászat. Egy pampering van, amit szoktunk mondani, hogy azért nagyon sok külföldről ideérkező emberrel az elejétől a végéig kell foglalkoznunk, és fogni a kezét először virtuálisan, hogy beérkezzen egyáltalán az országba, itt végig, és utána a végén kiengedni. Ez egy ilyen rendszer. Ez egyébként egy remek gondolat, és úgy gondolom, hogy a magyar rendelők erre, akik magyar betegeket kezelnek, olyan magyar rendelők erre így most jöttek rá, hogy egyrészt versenyhelyzet van, tehát hogy azzal, hogy ti bejöttetek a piacra, és akkor kezdtem már nagyon rosszul érezni magam, amikor a kreatívnak láttam a hirdetéseit, hogy azonnali időpontok, és bár nem emlékszem, hogy van, de ugye nyilván ezt üzente, hogy szabad, tehát hogy bármikor tudtok, előfoglalás nélkül talán így volt az üzenetben, és akkor már picit így éreztem a sokkot, és hogy ezt mondom a magyar rendelőknek, hogy ez igazából csak egy ilyen gerjesztési folyamat volt, hogy ti bejöttetek minimálisan felszívni a magyar piacot azzal a tudással, ami nektek van, amit most elmondtál, hogy ez nem csak addig tart, hogy bejön és kimegy, tehát addig az egy óráig, két óráig, amíg ott van a rendelőben, hanem realizálni ezt, hogy ez egy szolgáltatás, és hogy mennyi minden más skill kell hozzá, hogy titeket választan a rendelő. És itt láttam Kocsis Beatrixnek a kommentjét, hogy le kell ereszteni az árakat eleinte. Hát ez az, amiről beszéltünk, hogy na, ezt pont nem kell, és hogy a magyar marketing tudás az kimerül abba, amit te is mondtál, Gábor, hogy csak ingyen hadd adjak már neked valamit, és a felének a felén, tehát amikor fémkerámia, a korona, mindennel együtt 22.500, és így nézed, hogy ezt hogy matekoztad ki? És egyrészt szerintem nincs. Sajnos nem egy fogtechnika rakta föl, hogy ennyiért csinálja, hanem ez már a vége. Igen, de hogy így végig gondolod, hogy nincs gazdasági tudás mögötte. Nem számolja ki, hogy ebben időben ember anyagát, tehát szék, tehát hogy minden egyéb költség nincs kiszámolva, és hogy csak a gondolat, hogy szerintem ez egy nagyon jó gerjesztési folyamat, hogy rájöjjenek a magyar rendelők, hogy ahol voltak, az a minimum. És onnan most már csak följebb kell lépni, fejlődni kell, és aki nem fejlődik, az elveszik. És
és szerintem ezt a nehéz most átverni, mert hogy azt érzik, hogy mondjuk Máté Zoli is erről beszélt, hogy ő igazából örül, hogy ez kijött, és hogy elkezdték az emberek realizálni, hogy nekik milyen nehézségei, mert hogy a fogorvosok, hogy nem csak odáig tart a kezelés, hogy megcsinálod azt a tömést szépen, hanem hogy egyéb minden más skill kell hozzá. És ezért gondoltam, hogy ti mit gondoltok így a gazdasági részről, meg azzal, hogy bejöttetek így a magyar piacra. Szeretném, hogyha megnyugtatnátok azokat, akik nem beutaztatással foglalkoznak, hogy ez nem lesz mindig így. Igen, tehát a magyar rendelőknek azt kívánom, hogy esténként a napi áldás és imába vegyék be azt, hogy a külföldi országok nyissanak, mert akkor mi el fogunk tűnni innen a piacról, és újra lehet itt lenni, viccelek, bocsánat. Tehát igen, biztos, hogy ezek a rendelők nem a magyar piacra vannak létrehozva, más működésünk van, most megerőszakoljuk magunkat, és mindannyian próbálunk valamennyire ott lenni, de hogyha megnézi bárki, mi nem árversenyt csinálunk. Tehát egyik nagy rendelő se úgy érkezett be, hogy figyelj, 10 000-ért csinálom a koronát, csak gyere ide, csináljunk valamit. Mindegyik azt mondta, hogy van egy olyan tudásom, amit most kapacitásom van, és ezért itt is. Nem, tehát hogyha 2-3 000 kilométert tudnak utazni az angolok, hogy minket válasszanak, akkor gyere 2 kilométert utazzál, mert ugyanazt a minőséget fogod kapni, amiért emberek országokon keresztül jöttek, és nem azt mondtuk, hogy felér adjuk. Ha elkezdenek jönni, akkor nem leszünk majd itt már a piacon, vagy kevésbé. Ez más, az Attilánál teljesen más, mert ő világéletében magyar pacientúrába is foglalkozott, de mindannyian tudjuk, hogy egy teljesen más hálót, egy teljesen más céghálót feltételezés, és más szükséges egy külföldi ellátásához, mint egy magyar páciens ellátásához. 2008-ban a válság idején azt mondtam, mikor elkezdtek csökkenni a külföldiek, és akkor elkezdték a recepciósok átpakolni a magyar betegeket, és mondtam, hogy senkit soha. Volt olyan magyar beteg sajnos, akit 3-4-szer is átraktak időpontilag, hogy jobban tudjanak sakkozni, és mondtam, hogy nem, a magyar betegek akkor is itt lesznek, és akkor is szükségünk lesz, amikor egy angol sem lesz már. Ezt a mondatomat soha nem gondoltam komolyan, de aztán mégis csak így lett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a külföldi beteganyaggal foglalkozó rendelők is mélyen át fogják értékelni a magyar betegeknek a súlyát és jelentőségét, és mindenki jobban meg fogja becsülni ezt. Ami viszont nagyon fontos, és én szerintem az örvendetes, hogy azért, és most tényleg nem megbántva senkit, de hál' Isten ezeknek a fogászati turizmusból élő rendelőknek az anyagi lehetőség általában jobb volt, jobb felszerelés, jobb fogtechnika, jobb anyagok, jobb röntgenek, stb. Tehát ez mindenképpen előny a magyar pácienseknek, hogy az ellátásnak a szintje, én ebben biztos vagyok, hogy emelkedni fog, ezáltal, hogy a fogászati turisztikai rendelők bekerültek a magyar piacra, bekerültek a magyar köztudatba, megnőtt a verseny, és mindenki jobbat akar, és mindenkinek jobbat is kell, hogy adjon a pácienseknek. Ez egy hatalmas nagy előny lesz szerintem a magyarokra nézve. És semmiképpen nem árcsökkentéssel kell megfogni, hanem minőséggel. Korbát Csabától érkezett egy hozzászólás, hogy az reális veszély a budapesti rendelőkre, ha a marketing erejüket ráeresztik ezek a rendelők a budapesti piacra. Ez egyébként már megtörtént, vagy egy éve történik, és az, aki ebben aktívan benne van, én mondjuk igen, azt láttam, hogy nő 10-szeresére az adott területen belül a konkurenciák száma, tehát hogy realizálták ezt a szívó hatást, tehát hogy szerintem ez nem csak a rendelőkön, tehát hogy nem csak a beutaztató rendelőknek a hatása, hogy most ezerszel nehezebb behozni egy beteget, hanem a helyzetnek a hatása, a Covid-nak a hatása, és Gábor látom, hogy nagyon hozzá szeretném szólni. Igen, hogy ez így van, hogy szerintem ez ilyen mumus dolog.
Tehát, hogyha azt a pénzt költettük volna el, vagy költenénk el, amit egyébként a kinti piacokon, akkor valóban ez így lenne, hogy nem lehetne látni magyar rendelőnek a hirdetését. De megnyugtatok mindenkit, hogy túlélésre játszunk mi, tehát nem vagdalkozunk a pénzekkel, és nem eresztjük rá, mert nem eresztettük rá, és nem látok senki olyat, aki iszonyatos nagy pénzeket költött volna a magyar piacon. Egyszerűen annyi, hogy megjelentünk, valóban, igen. Tehát lehet, hogy hangsúlyosabban megjelentek a külföldi fogászatok, de nem történt olyan, hogy letarolták a piacot, és minden sarkon hirdetésünkkel találkozhattak volna, de megjelentünk, és konkurencia voltunk valóban. És ez az előző gondolatmenetem, hogy ennél csak rosszabb lesz. Tehát, hogy van egy másik piaci átalakulás is, ugye az OEP-es rendelők, magárendelők, tehát hogy ezt szeretném minden nézőben tudatosítani, hogy ennél rosszabb lesz. Tehát, hogy ez a versenyhelyzet, ez vagy megszoksz, vagy megszöksz. Tehát, hogy szerintem tanulni kell, fejlődni kell, változni kell, nyitni kell, és nekem van olyan ügyfelem, aki tehát, hogy apró pénzt költ el, de azt okosan, és hogy nem feltétlenül büdzsében kell megközelíteni mondjuk egy Vital Europe-ot, vagy egy implantcentert, mert hogy az valószínűleg lehetetlen, ha egy székes, kétszékes, egy orvosos rendelő vagy, de hogy van rengeteg más, amit egyébként nagyon szuperül használnak a Vital Europe-osok, és szerintem, vagy ugyanúgy az implantcentert, tehát mondjuk média megjelenése, vagy bármi egyéb, amit ők már tudnak, és hogy inkább tanulni kell tőlük. És mindig azt mondom, hogy van egy mumus rendelő, akit minden fogorvosi csoportban gyűlölet övez. És meg is küldtették őket. Igen, én most nem a szakmai részt szeretném mondani, hanem egyébként tőlük nagyon jól lehet tanulni, hogy ha valamiben, hát marketingben jók, tehát hogy az emberek irányításában, manipulálásában nevezzük akárhogy a marketinget szinonímaként, de hogy jók, és nem, és azért mindig nézni kell, hogy jó, ezt oké, ez a része nekem nem kell tőlük, ezzel nem értek egyet, de mi az, amit tanulhatok? És az, amit mondjuk csináltak a Covid-ban ezzel a vészhelyzeti nyitvatartás, hogy valahogy így... Vészhelyzeti nyitva nem tartásuk volt. Igen, igen, tehát hogy az, amit egyébként marketing szempontból csináltak, azt nekem el kell ismernem, hogy az csillagos ötös volt, attól függetlenül, hogy most én ezzel egyetértek, vagy nem értek-e, vagy tehát hogy a szakmai részeket levéve erről, és hogy Csabának mondanám, hogy ez itt lesz, és erősebb lesz, attól függetlenül, hogy kimennek a beutaztató rendelők, és hogy ezt akartam mondani, hogy most ti mumusként vagytok kikiáltva, hogy ti teszitek tönkre a szakmát, és hogy most nekik milyen nehéz, tehát hogy igazából nem a beutaztató rendelők miatt nehéz, hanem a Covid miatt nehéz, és a csökkenő betegszám miatt, meg a költés miatt, amit ott hagynak a rendelőben. De hogy egyébként a rendelők, akikkel dolgozom, vannak, akik élnek és virulnak Google hirdetés nélkül is, tehát hogy ez nem kell, hogy így legyen. Az a helyzet, hogy van még egy fontos tényező, én azt gondolom, és ez az, hogy a magyar pacientúrára berendezkedett rendelők sokáig nem is tudták, mi az, hogy hirdetés. És hogy kell-e egyáltalán hirdetni, mivel alapvetően a paciensek ajánlások útján jöttek. Nagyon sok magyar rendelő így működött, és gyönyörűen el tudtak lenni. És az, hogy megjelent egy tudatosság a vevőkben, tehát keresik már, és nem elég az, hogy valaki ajánlja, hanem megnéz 3-4-et, összehasonlítja az árakat. Ez egy új dolog a magyar piacon, amivel mi már, akik külföldiekkel foglalkoztunk, ez nem volt kérdés, egészen máshogy néz ki nálunk egy konzultáció. Magyarországon 10 évvel ezelőtt bement valaki egy konzultáció egy rendelőbe, 90% hogy ott maradt. Kvázi mindegy, hogy mit mondott az orvos. Ez egy külföldi rendelőben úgy néz ki, hogy bemegy a mi rendelőnkben egy másik magyar rendelőhöz, egy románhoz, egy törökhöz és egy helyihez, és utána ezeknek az árait összehasonlítja, a szolgáltatásait összehasonlítja, és választ valamelyiket. Tehát egy teljesen másik irány. Ez kezd bejönni Magyarországra. És már az emberek nem csak egy helyre mennek el konzultációra, hanem elmegy 2-3 helyre,
és azt fogja mondani, hogy ahol a legnormálisabbak voltak vele, ahol a legátláthatóbb kezelési tervet kapta, ahol a legjobban bízott az orvosban, és a többi, ahol a legillatosabb volt a WC papír a WC-ben, tehát hogy sajnos ez egy ilyen tág rész, és ezt el kell fogadnia a magyar rendelőknek, hogy ez már nem olyan, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, hanem komplexen kell nézni az egészet, és így kell hirdetni magát sajnos. Nem elég az, hogy csak van, és kinyitott reggel. Van egy európai statisztika, hogy egy implantátumot akaró paciens 38%-ban tudja eldönteni, hogy hova megy. Tehát az azt jelenti, hogy 100 betegből 38 az, aki ott marad, és amit a Gábor is mondott, hogy minimum három ajánlatot hallgat meg. Van, aki csak 2-t, van, aki 5-öt, de átlagosan 38% a döntésnek a relevanciája. Tehát gyakorlatilag ugye fel kell készülni arra, hogy igenis jobb akarok lenni, mint a másik, nem csak a szájhagyomány, hanem sok minden más, és az orvosi és a marketing csapatnak a felkészültség is nagyon fontos lesz egy idő után. Csabától kaptunk még egy hozzászólást, hogy köszönöm a választ, mondjuk én pont nem aggódok, mert én nem vagyok érdekelt Budapesten, csak beszélgetek kollégákkal. Második a hirdetés, ha arra a bizonyos szereplőre gondoltok, akkor az a válaszom, hogy én, mint fogorvos, egy bizonyos határt nem léphetek át, nem is ajánlom. Tehát, hogy ezt egyikünk sem mondta, hogy csináld azt, én azt mondtam, hogy mindig mindenkitől lehet tanulni, és hogy azon kívül, és azért mondtam, hogy a szakmai részt, hagyjuk el, meg egyébként van erre kamarai hogy irányvonal, hogy mit hirdethetsz, mit nem, mondjuk nem olyan szigorú, mint mondjuk Írországban, de hogy egyébként van erre javaslat, és hogy vannak alternatív technikák, amiket meg tudtok tanulni, mondjuk egy etikus értékesítés, vagy, tehát hogy most nem azt mondom, hogy ígérd le a csillagokat is, és akkor vagy megvalósul, vagy nem, és akkor vagy igazságügyi per lesz belőle, vagy nem, tehát hogy nem erre gondolok. Igen, de én annyit hagy kanyarodjak vissza egyébként, mert hogy van egy ilyen belső kognitív diszonancia bennem azzal kapcsolatban, hogy azt mondtuk, ugye Attila említette itt a konkretizálva a bolgárokra, hogy gyakorlatilag ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy 40%-kal a magyar ár alá ígértek, tehát tulajdonképpen ugye láttunk hasonló marketing stratégiát, ami kimerült annyiba, hogy azt mondja, hogy tök mindegy, hogy milyen kezelési tervet hozol hozzánk, mi annál biztosan olcsóbban megcsináljuk neked, és ugye Attila, te azt is mondtad, hogy tulajdonképpen ez valahol hosszú távon meg lehet, hogy végül is ki fogja termelni a minőséget, és ebből adódik ez a bizonyos belső ellentét, hogy most akkor tulajdonképpen hogy is van ez? Tehát, hogy önmagában nem. Nyilván egy negatív árspirál az nem jelenthet megoldást, de mégis azt mondott, hogy tulajdonképpen, hogyha van egy erdőtűz, akkor utána újraéled a természet, és az már ott egy fejlődést fog produkálni? Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a törököknek és a bolgároknak is meg lesz az a gyakorlatuk, ami, tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy mi ezt az 1980-as évek végén kezdtük el tanulni. És mindenki, egy Sopron, Mosonmagyaróvár vonalról indult el, a technikusok, akik oda, Dentálkóp, aki oda dolgozott a Határszélre és Svájcra, gyakorlatilag a budapesti fogorvosok, akik lejártak a Határszélre, aztán visszajöttek, tehát mindenhol felfedezhetőek azok a gyökerek, amiket a fogtechnikusok, az asszisztensek, az orvosok megtanultak az elmúlt 30 év alatt. Tehát mi ezt 30 éve gyakoroljuk. Igen, 30 év, tehát hogyha megnézed a 30 évvel ezelőtti magyar árszinteket a mostanihoz képest, azért azok jóval alacsonyabbak voltak, és a nyugat-európaihoz képest meg még inkább alacsonyak. Tehát azóta azért emelkedtek az árak. Igen, mi is az olcsóságból és a hibáinkból megtanultuk, hogy kell felépíteni egy rendszert, hogy kell felépíteni az egész. A fogászati turizmus, én azt gondolom, hogy azért ez egy picit
másfajta fogászat. Teljesen más dolgokra kell figyelni, teljesen más dolgokkal is kell foglalkozni, és az, amit mondtam, hogy az előtte-utána való pre- és after care, az nagyon fontos a, kül, a külső rendelőknek a szerepe. Tehát nem, nem ugyanaz, mint amikor a szomszéd utcából a Marika néni átjön, és ha kell, akkor minden héten kétszer át tud jönni. Viszont visszatérek a bolgárokra, tehát amit mi megtanultunk 30 év alatt, ők most szerintem gyorsítottan egy 10-15 év alatt meg fogják tanulni. A kérdésem az még mindig arra vonatkozik, hogy mit tehet ezért a magyar fogászati turizmus, hogy ezt a fajta privilégiumot megőrizze, vagy ezt már rég elveszítette, és erre nincs is esélye? Ugye, amikor az első kérdés fölmerült, akkor én nevettem ezen, mert az Attilával, amikor elindult a Vezető Magyar Fogászati Rendelők Egyesülete, akkor nagyjából ez volt a cél, az egyik ki nem mondott célunk, azon kívül, hogy ne öljük meg egymást, hanem inkább segítsük, mert annyira cseppek vagyunk itt a piacon, hogy inkább segítsük egymást, és Magyarországon legyen sok fogászati turista. És akkor azért jöttünk létre, hogy valahogy próbáljuk meg ezt fölemelni ebben az országban, és próbáljuk segítséget kérni államtól, hogy hirdessük azt, hogy Magyarország vagy Budapest, a fogászati turizmus fővárosa, a fellegvára, bármilyen. Már azóta több kormány és több egészségügyminiszterben már jó sokat elfogyasztottunk, többel is beszéltünk, Attilával is voltunk egy párszor. Mindenkinek nagyon tetszik az ötlet, mert hogy mi azt ajánlottuk, hogy mi pontosan ugyanannyi pénzt a fogászati turizmusban résztvevők belerakunk ebbe a hirdetésbe, ahol hirdessük Magyarországot. Nem az Implant Centert, nem a Vita Europe-ot, nem az Orion Dentalt, semmi. Magyarországot, hogy gyertek Magyarországra, ha fogászati problémátok van. Hát ideig jutottunk el, a mi részünk már megvan a pénzben, a másik oldal még nem sikerült, hogy hozzátegye. Én azt gondolom, hogy addig, ameddig nem lesz egy központosított támogatás, és nem ismeri fel az ország azt, hogy ezzel bevételt hozunk, nem csak a fogorvosoknak, az átkozott fogorvosoknak, hogy mindegyik, hanem, ahogy az Attila elmondta, az listán végig, egészen Erdélyi Attiláig, aki a végén el tudja végreadni az implantátumát, és nem azokon ül otthon, és a gyerekek játszanak vele, és ebben benne van tényleg a taxis és mindenki, és ehhez kell egy ország, aki azt mondja, ahogy Törökországnál azt mondták, hogy figyeljetek, aki hoz ide egy turistát, annak a repjegyét az egyik irányba kifizetem. Bármilyen egészségügyi szolgáltatásra érkezik. Ez 10 éve így van már. Tehát ameddig nem történik ilyen, addig ilyen magánzóként, mint Clint Eastwood, állunk kint a piacon, ahol a törökök, bolgárok, horvátok, lengyelek egymásra lőnek, és állami segítséggel sokszor mi pedig állunk, és próbáljuk újra tölteni a 6 lövetünket, és lövünk egyet-egyet. De hát így magunkban ez semmit nem jelent. Megpróbálunk egy-két embert elhozni, de ez nem nagy számok, amivel tudunk dolgozni. Ehhez állami segítség kéne, ezzel lehetne segíteni, mondom még egyszer, nem egyes rendelőket, hanem az ágazatot hirdetni, amiből mindenki részesül utána. Mert hogyha működik az ágazat, akkor a fogtechnikák elkezdenek fejlődni. Ha fejlődnek a fogtechnikák, akkor a magyar fogászatoknak is a fogtechnikai minősége javulni fog. Ha javul a fogtechnikai minőség, az orvosok is rá lesznek kényszerítve arra, hogy a tangit felejtse el mindenki, mert már nem létezik, 10 éve sem létezett, és most sem létezik, és ne csinálják ezt. Tehát, hogy ez egy olyan folyamat, egy öngerjesztő folyamat, hogy ez mindenkinek jó lenne, ez nem csak annak a 4 fogorvosnak, aki a legnagyobb rendelő tetején van. Egy mondatot hadd tegyek ehhez hozzá, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Annak idején a mi szövetségünkben az egymás elleni harcnak a elfelejtése volt a lényeg. És pontosan ezt gondolnám most is, hogy gyakorlatilag az, hogy mi 30 év alatt eljutottunk odáig, hogy Magyarország az európai vagy a világ fogászati turisztikai központja, ezt meg kellene ezt a franchise-t tartani és lovagolni. 2019-ben 42 000 angol, 30
8000 francia jött Magyarországra. Tehát ha azt nézem, hogy 60 millióból eljött 42000, vagy 65 millió franciából eljött 30000, ez nem egy statisztikai szám. Tehát ez simán azt tudnánk mondani, hogy ha ezt egy jó propagandával alá tudjuk támasztani, akkor ennek simán eljöhet a tízszerese. Abszolút mértékben eljöhet a tízszerese, mint ugye azt mondják, hogy Ausztriából minden ötödik, hatodik ember Magyarországra jár fogad csináltatni. Tehát 30 ezer helyett eljöhetne 300 ezer francia, és munkát adva nem csak a magyar fogászatnak, fogorvosoknak, hanem az asszisztensnöknek, a taxis sofőrig, bezárólag sok mindenkinek lehetne ebből profitálni, és ez csak azon múlik, hogy ezt mi hogy menedzseljük marketingileg, és nyilván utána az egy nagyon-nagyon fontos része, hogy ezt meg kell csinálni jól. De azt gondolom, hogy a magyar fogászat azért az elmúlt 30 évben azért elég jól vizsgázott. Hát azt ne felejtsük el, hogy én leginkább a fogászati turizmusban dolgozó fogorvosokról tudok nyilatkozni, de hogy azért ott nagyon nagy tudás halmozódott fel az elmúlt időszakban. Tehát, hogy a leggyengébb fogorvosai ezeknek a nagyobb rendelőknek, azok is olyan tudással rendelkeznek, és pontosan azért, mert egy másfajta szemlélet kell ehhez, egészben kell látni a páciens, nem egy-egy területre kell koncentrálni, hanem a teljes szájrehabilitációról van szó, ami egy másfajta hozzáállást igényel. Tehát még a legutolsó, leggyengébb fogorvosok is bárhol megállják a helyüket, bármelyik országban, itt Európában egy magánpraxis nyitásával. Tehát, hogy azért itt nagyon nagy tudás hamozva, és a rész, hogyha egyszer csak eltűnnének ezek az emberek. Gábor, te most akadtál szerintem egy kicsit. Nekem is. Mindenki más hall le bennünket. Igen, én mind elmentem. Most visszatértél közénk. Bocsánat, visszajöttem, vagy még mindig nem vagyok sehol? Most teljesen jó. Egyébként körülbelül az utolsó hát annyira, két nap... Annyira szépen... Igen, annyira szép, hogy a tech lekapcsolt. Tehát ez már sok volt. Én is éreztem egyébként, hogy ez egy kicsit már erős volt a vége, hogy bocsánat. Balázs, te régen szóltál, te hogy tehát, látod hogy, egyébként nagy... a jövőjét a hazai fogászati turisztikai szektornak? Mit látsz olyan szegmensnek, ami nyilván te sem a Szent Grált árulod, de van-e meglátásod ezzel kapcsolatban? Én, ahogy mondtam az előbb is, én egy picit pozitívabban látom a dolgokat, mint Attila, tehát én azt gondolom pont azért, amit Attila is az előbb említett, hogy azokban az országokban is, amelyik a legtehetősebb országok, folyamatosan egyre több, tehát hogy nyílik ez az olló is, és egyre kevesebb az a páciens, aki meg tudja fizetni az adott országban a fogászati kezelést. Én abban reménykedek, és én úgy gondolom, hogy ahogy egy picikét oldanak az utazási korlátozásokon, akkor ez az utazási kedv meg fog jönni, és fognak jönni fogat csináltatni külföldre. Most arról beszélgettünk már, hogy ez más kérdés, hogy Magyarországra vagy nem Magyarországra. Itt én továbbra is azt gondolom, hogy az elsődleges kérdés az, hogy addigra, ameddigre vége van a vírusnak, addigra mennyi pénze marad a rendelőknek arra, hogy elhozzák ezeket a pácienseket. És egy picit a magyar piacra, meg a magyar páciensekre térnék vissza. Én ezzel kapcsolatban elég régen beszéltem a Gáborral, de hogy akkor tőle is azt az információt kaptam, hogy a hirdetések
kre, tehát hogy gyakorlatilag a teljes fogászati turizmussal foglalkozó iparág az így egyik percről a másikra rászabadult a magyar piacra és a magyar pácientúrára, és hogyha nem is teljes büdzsével, egy visszafogott büdzsével, de mindenki hirdetett a magyar piacon, és ebből én azt éreztem, és majd a szakja megmondja, hogy hasonlót érzett vagy sem, de én ebből pont azt éreztem, hogy akkora mennyiségű rendelő szabadult rá a piacra, aki eddig nem volt, hogy annyira szétoszlott a pacientúra, hogy mindenkinek csak nagyon-nagyon kevés jutott ebből, és jóval drágább volt egy magyar páciens, mint egy külföldi, pont ebből kifolyólag. Igen. Ez így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtátok a véleményeteket. Most éppen kerek 75 percnél tartunk a ma esti Dental Talk beszélgetéssel. Én kérdezném a résztvevőket, hogy van-e bárkinek még esetleg olyan kérdés, ami megfogalmazódott benne, vagy esetleg akár chatben, akár élőszóban fel szeretné tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy never ending story, mi minden jó téma, tehát hogy hajnalig lehetne erről beszélgetni, és nagyon bízom benne, hogy lesz is rá még alkalmunk, amikor itt rendeződik a vírushelyzet, akár oltások, akár valami csoda révén, de hogyha nincsen kérdés, akkor én szeretném nagyon szépen megköszönni azt, hogy egyfelől a vendégeinknek, hogy elfogadtátok a felkérését Orsinak, mert visszatérve még egyszer, tehát az abszolút Orsi a te érdemed, és azt gondolom, hogy tényleg egy jó beszélgetés kerekedett belőle, valóban meghatározó, és a véleményüket vállaló személyekkel, és én ennek örülök igazán, mert ez egy olyan téma, amit lehetne nyugodtan a szőnyeg alá söpörni, és nem beszélni róla, de szerintem tök jó, hogy ilyen közvetlen stílusban ez megint összejött. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a részvételt nektek. Természetesen a Dental Talk a későbbiekre is tartogat még idézőjeles meglepetéseket és hot topikokat és olyan témákat, amik én azt gondolom, hogy tényleg nem öncélúak, hanem mindenkit valamilyen szinten, módon érintenek, és hogy egy kis reklámot csináljunk előre, március 9-én szintén az Orsi szervezésében fog beszélgetni egy orvos kolléginával és egy szájhigiénikus kolléginával arról, hogy mennyi szemetet termelünk nap mint nap a rendelőben, és hogy ha már vittétek le a rendelőtök szemetét esetleg, vagy egyáltalán csak láttátok azt, hogy mi mennyiségű gramancot képes az ember egy napi rendeléssel termelni, és hogy ennek milyen ökológiai lábnyoma van, és milyen következménye van, akkor szerintem ez is egy nagyon érdekes téma lehet, hogy jól van-e ez így, nyilvánvalóan nincsen jól, de hogy lehet-e esetleg ez ellen tenni valamit, akár tudatosan úgy szervezni a rendelést, hogy egy kicsit kisebb és kevesebb ökológiai lábnyomot hagyjunk ezen a megtépázott planétán, úgyhogy ez lesz a következő téma. Orsi? Csak annyit fűznék hozzá, hogy egyébként ez egy gazdasági csökkentés is lehet, mármint hogy a rendelőnek a kiadásainak a csökkentése is, és hogy nagyon sokat beszéltem Kovács Saroltával, illetve Mesteremesével erről a kérdésről, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy van még mit leforogni az árakból, mondjuk a veszélyes hulladékok nem túl olcsó kiadásain, azt mindenképp tartson velünk, mert hogy ez nem csak egy ilyen most divatos felkapott téma, hanem egyébként gazdasági kérdés is. Igen, és még egy picit spoilerezek, tehát szeretnénk beszélni egyébként telemedicina lehetőségéről a fogászatban, illetve magá, mint digitális fogászat és annak asszisztensi vonatkozásairól, hiszen azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma, ami egyre több embert érint, hiszen, és itt is egy kicsit túl szeretnénk lépni azon a klisén, hogy a digitális fogászat az a jövő már itt van a jelenben, hiszen gyakorlatilag 10 éve ezt hajtogatja mindenki, tehát hogy ennél egy kicsit konkrétabban szeretnénk majd szereplőket. Ezt a beszélgetést itt folytathatnánk is, mivel mindannyian viszonylag benne vagyunk ebben a digitális fogászat témakörben.
bízunk benne, hogy téged akkor is a résztvevők között köszönthetünk, és ugyanennyire interaktív leszel, és megosztod a gondolataidat és a tapasztalataidat velünk ebben a témában is. Én addig is minden jót kívánok nektek, vigyázzatok magatokra és egymásra, és bízom benne, hogy ugyanennyien vagy még többen találkozunk legközelebb a Dental Talk After Eight-ben. Vigyázzatok magatokra! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Sok mindenkinek minden jó! Sziasztok!